Biztos azt gondoljátok, hogy az utolsó napi vlogom óta Olivier milyen borzasztóan sokat fejlődött, ami egyébként így is van, csak nem mindenben. Például az alvási szokásaink, hát nem javultak sajnos. Katasztrófa. Igazából hullafáradtak vagyunk. Például abban már nagyon sokat fejlődött, hogy minden reggel közösen készítsük el a kávénkat. Vagy például a pelusozások is teljesen átalakultak, sokkal-sokkal nehezebben megy, mint ahogy ezt először elképzeltem. Valamivel mindig le kell kötni Olivért. Vagy a kezébe adni valamit, vagy bohóckodni, és akkor eközben egy kicsit könnyebben megy a dolog. Dani, ez igen, kiváló hangmérnök lennél. Na jó, meg köszi Rami, hogy te is ilyen szuperul ellenőrizhető Dani jól beállította a hangokat. Ha minden igaz, akkor itt most épp azt ecseteltem nektek, hogy mit fogunk ma csinálni, hogy ez nem egy átlagos kis nap lesz, amikor otthon pihengetünk, illetve sétálunk egyet, ez kimondottan egy dolgos nap lesz, reggel egy meetinggel kezdünk, délután pedig forgatni fogunk, és mindez azért ennyire érdekes, mert nem lesz most itt a Nagyi, aki vigyázzon Olivérre, úgyhogy mindenhova együtt fogunk menni hárman, és már meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni ez a dolgos nap. Gyertek! Vagyis hát ne gyertek, nézzük, hogy mi történt! Na hát végeztünk is az első meetingünkön, ami sokkal-sokkal jobban alakult, mint ahogy én gondoltam. Ezt Olivier csodálatosan viselkedett, olyan büszke vagyok rá, mint még soha. Képzeljétek el, hogy 40 percet aludt. Jó, ez mondjuk egy kicsit nekünk is köszönhető, direkt úgy számoltam ki, hogy megetettem, mielőtt ideértünk. És akkor az azt eredményezi, hogy utána jön egy nagyobb szundi. Azért eljött ez a pillanat is, amikor már csak kézben bírta a kis cuki. Már megint hátra szorultam. Kis Manó. Nézelődik, minden rendben van. Most viszont irány tovább, megyünk a Ferenciek terére, a Samsung Store-ba. És persze természetesen megint késésben vagyunk, de éppen úton a Samsung Store Experience Downtown-ba ott fogunk forgatni. Hajrá! Na hát, mi már túl is vagyunk egy fejtágításon, ahol megtudtunk mindenféle szuper dolgot a gépekről, illetve az eszközökről. Illetve hát megnéztük a helyet, ezt a csodás Samsung Store, aminek az emeletén egy csodálatos bemutatóterem van. És itt van mögöttem az én kis területem. Ott. Mindjárt elhelyezkedek a konyhában. És akkor nézzük is meg, hogy miket tudnak ezek a gépek, milyen újításai vannak a Samsungnak. Szóval, lássuk a gépeket. Neked van már személy szerint kedvenced? Igen, és ráadásul kicsit fájó is, mert találkoztunk egy-két olyan technológiával, amiről már tudtunk, csak egyszerűen nem volt lehetőség betenni, mert kicsi a konyhánk. Aki követi a csatornámat, az tudja, hogy ugye nemrég költöztünk be az új lakásunkban, és nemrég szereltük fel kompletten a konyhánkat a gépekkel. Új otthon projektben a konyha résznél láthatjátok ezt. Úgyhogy képben vagyunk igazából az új technológiával, de mégis nagyon sok újítást találtunk most itt. Úgyhogy erről mesélünk nektek, hogy mik ezek az új dolgok, és mi az, ami van nekünk otthon, és nem új, de mi az, ami új, és tök jó lett volna otthonra. Hú, ebből nem tettem semmit, remélem ti értetek. Hát a dupla hűtőt már az amerikai filmekből láthattunk sokszor, és amúgy nagy álmunk volt, hogy lesz a lakásban, de hát az se fért el. Ezeket sajnos úgy hívják, hogy side by side hűtők. Pedig szerintem ez a világ legjobb dolga, ez a jégadagoló, nem? Vízes hát, jégadagoló. Igen. De hát erre sem volt otthon helyünk. Viszont, ez nagyon király szerintem, hogy kétféleképpen nyitható a másik ajtó. Ugye ez a hűtő része, ha alul fogom meg, akkor csak a hűtőajtónak az előső részét. Praktikusan lehet mondjuk tejet rakni, innivalókat szerintem, amik miért nem szellőztetett ki az egész hűtőt. És van a ugyanaz. Itt kell fölfogni. Na és hogyha fölfogod meg, akkor nyílik ki igazán a hűtő. És a másik oldalán pedig a mélyhűtő. Ez pedig egy Samsung. Láttad, hogy a mélyhűtő? Láttam, és amúgy fagyasztónál csak olyan élményem van, hogy le kell googolni, és legalulra próbálod a fagyasztott rákot, amit 3 éve odaraktál kiszedni valahogy, és az amúgy tök jó, hogy itt nem kell lehajolni hozzá. De hát erre nem volt helyünk, majd a leendő. Igen, ott, házunkban. Hú, majd egyszer lesz, de hagyjuk, mert most az új otthon projekt után... Na most nézzünk egy olyat, amiről már van tapasztalatunk. Nekünk sem gázos, hanem... Indukciós főzőlapunk van otthon is. Fogalmad nem lett volna, ugye? De kitaláltam volna még egy. Ugye ezek is indukciós főzőlapok, és tulajdonképpen a különbség az az elrendezés a két főzőlap között. Itt ugye 4 helyed van különböző serpenyőket rátenni, itt használhatod egyben is, ez mondjuk nekem nem újdonság, mert otthon is ilyen van. Viszont ez király, ez újdonság, és erről még nem is hallottam, hogy ez ilyen mágneses, ez ott a kis tekerőfej, ezzel tudod szabályozni a erősséget, kiválasztod, és akkor ezzel tudod tekerészni.
és ami a legjobb, hogy ezt át tudod tenni bárhova, másik felületre, éppen hogyha itt főzöcs kézzel, és ráteszed a mikróra, akkor ott is tudod tekerni, és ott is tudod szabályozni. Szeretem az ilyen mechanikus kütyüket, én még az a régi típusú vagyok, aki szerette a nyomógombos telefonokat is. És nem csak hogy kijelzőben, hanem van valami mechanikus, ez ilyen jó érzés ezeket forgatni vagy használni. És amúgy egész jó áron vannak ezek az indukciós főzőlapok, amúgy a leírásban megtaláltok majd mindent itt a store-ral kapcsolatban. Az a baj mostanában, hogy egy dolgot sem sütünk. Dani! Most hát te nem sütsz semmit. De sütnék! Ezek az új királysütők, ezek pedig olyanok már, hogy két dolgot is lehetne egyszerre. Szóval akkor csinálják egyszerre neked egy pitét, meg egy steaket? Mire gondoltál? Steaket sütőben? Nagy gurmé vagy. Bocs. Egybe is nyílik, illetve külön a felső részt is ki tudom nyitni, ha engem csak a hús érdekel. Azta. És ugye ez úgy működik, hogy légkeveréses a sütő. Kettő légkeverés mozgatja a alsó, illetve a felső szintet, és alulról jön a légkeverés. Ezért lehet két dolgot amúgy. Tehát nem lesz csirke szagú a pite. Nem, de viszont pite szagú lesz a csirke, ami nem zavaró. Jó, hát annak nincs olyan szaga, az a lényege, hogy azt kell alulra tenni. Ja, értem. Ezt még te sem értettél. De jó, hogy ezt elmagyarázod nekik, mert biztos, hogy ti sem értettétek. Magyarul, hogyha ilyen sütőt veszel, akkor a kettős sütést úgy csinált, hogy fölülre rakod a főételedet. Nem alulra, jó? Nekünk is Samsung mosógépünk van. Csak nem ez sajnos. Jaj, amúgy ezt már néztük, mutasd meg. Mert nekem ez akkora király. De mindig kihagyunk valamit, én nem? Én mindig, hogy nem már ez is megint kimaradt. Meg én szoktam utólag bedobni, hogy amúgy ez is itt van. Na és az a lényeg, hogy de utólag be tudod tenni egy pár perc elteltével, vagy igazából bármikor. Meg bármikor, csak nyilván minél gyorsabban érdemes, mert az öblítő funkcióban nem érdemes utólag betenni a ruhát, mert akkor nem mosok. És hát a hátránya amúgy az sajnos, hogy nem fér be mindenhova, mert azért ez mélységben ez egy nagyobb hát ez mosógép. Ez egy 9 kilós gép, hát nekünk ez se férte, sajnos pedig én biztos, hogy ilyet vettem volna, mert ez nagyon király. Mennyire jó ez a szag elszívó. Na, ilyenünk vesz, hogyha saját házunk lesz. Ugye? Meg akkor úgy szeretném majd, hogy ilyen külön konyhaszigeten lesz a... Tényleg főzőlap és elszívóval. Hát igen, ez is helyigényes, viszont tényleg gyönyörű. Egy kis ledvilágítással, hát elég kell. Amiket így kifelejtettünk egyesével elmondani, inkább elmondom így mindegyikről, hogy ezeket össze lehet kötni a telefonnal, tévével, telefonról el tudod indítani a mosást, akkor a tévén ki tudja jelezni, hogy mikor jár le a szárítógép, mosógép. Szóval szerintem ez egy nagyon jó iránya ezeknek, nem? És amúgy ezeket mi is használnánk, ha elmegyünk itthonról, akkor csak akkor indítjuk hát be, igen, amikor tudjuk, hogy hazaérünk. Ezekre az az igazság, hogy nem szántunk elég időt, annyi minden mással kellett a lakásnál foglalkozni, hogy utólag, ez nektek jó tanács, hogyha ha majd bármit építkeztek, vagy egy konyhát raktok össze, szerintem ezeket az okos dolgokat sokkal jobban. Okos otthon. Jó, befejezted a mondatomat. Szóval törekedjetek arra, hogy okos legyen az otthonotok, mert ezáltal egy csomó energiát és időt is meg tudtok spórolni. Dani, azt kell, hogy mondjam azt, hogy Dani is be fog mutatni a videójában egy-két jó dolgot. Például? Például az én videómban a robotporszívóról lesz szó, ami az én úgy ős ellenségem, hogy nincs semmi rossz tapasztalatom vele. Úgyhogy nézzétek meg az én videómat is. És amúgy képzeljétek el, hogy Olivért megint baromi jó fej. Ezt nézzétek. Így tudunk mi forgatni. Nem is olyan nehéz. De cuki. Egyébként nagyon érdekelne, hogy ti milyen okos eszközöket használtok otthon, úgyhogy kommentbe írjátok meg, légy szíves, okos telefon nem ér. Na hát, indulás tovább, én igen, csak megéheztem, úgyhogy szerintem menjünk enni, de majd nem tudom még mi fog következni, úgyhogy irány tovább. Érdekes, hogy konyhám. Nagyon éhes voltam, mert nagyon fáradt vagyok, úgyhogy tömjük be a fejet és indulásomra. Hát a tegnapi nap annyira elfáradtunk, hogy már semmi másra nem maradt erőm, csak hogy Olivérrel játszunk egy hatalmasat. Aztán szokásosan 7 órakor megvolt a fürcsink, és 7:30-8 fele az altatás. Általában ez mindig így megy, ez beállt fixem. És nem csak ez megy így, hanem utána az este is. Pont erről szerettem volna nektek mesélni, hogy ígértem is a videó elején, egy kicsit még mesélek Olivérről. Akkor erre is gondoltam, hogy miben fejlődik, illetve miben nem. Hát alvásban egyáltalán nem. Visszasírjuk a 3-szor kelést nagy este. Nem tudom, valamit biztos nagyon rosszul csinálunk. Én azt hittem, hogy a 3, annó, akkor emlékszel, hogy mennyire rosszul éltük meg a 3-at. Ja. És azóta van, hogy most találjál fél évre. 7-szer kellünk, képzeljétek el, én, tehát óránként. És nem jövünk rá, hogy miért. Amúgy mindenkit már körbe kérdeztünk, és igazából mindenki azt mondja, hogy ez teljesen természetes és normális, és valószínűleg Olivernek csak ennyi a alvés igénye van. De már nagyon jól fejlődik, nagyon jó kezű, nem fárad. Tehát elvileg ő kialussza magát, de mi nem sajnos. De most már,
Most amúgy most speciál nagyon fáradt. De nagyon jól esik, hogy Instagramon például Raminak is, meg nekem is írtátok, hogy nem csak mi küzdünk ezzel a úgymond problémával, ez mindig erőt ad. Sorstársak, igen, nem rossz volt, de kicsit jobb érzés, mikor írjátok, hogy ti is így nyomjátok, és ti sem alszatok, akkor valahogy a lelkem egy kicsit így megjegyzik. A környezetünkben természetesen minden kisbaba alszik. Mindenki. Hihetetlen. Viszont Oliver, na mindegy, ő egy ilyen nagyon kíváncsi virgonc, életerős kisgyerek lesz. Viszont mozgásban annál többet fejlődött, stabilan nyúl a dolgokért, már kulcsolja a kezét, tehát annyira jó látni. Messzire ellát, figyel, akkor már a forgás is egészen jól megy. Szeret hason lenni, hason szeret játszani. Akkor a legcukibb hason nézelődik, kacag. És mi a legújabb? Hát ez a kacagás. Iszonyúan sokat nevet, tehát reagál, ahogy mi most fogunk, ő is mosolyog. És most itt meg is mutatom nektek, hogy teljesen véletlenül, nem szoktam sokat videózni, mert ahogy előveszem a telefonomat, ő már teljesen másképp viselkedik. Na, arra figyel meg minden, hogy próbáljuk ezt kerülni, hogy ne lásson annyi telefont. Viszont ez teljesen véletlenszerűen pont felvettem, és lekaptam az első kacagását, úgyhogy most nézzétek ezt meg, mennyire cuki. És hogy kell hasonlni gyönyörűen? Mit csinálsz most? Az első kacagás! Az első kacagás volt! Hadd halljuk még egyszer! Hadd halljuk még egyszer! Hát szia! Hát szia! Hát szia! Hát szia! Táj, mádlak kisfiam! De induljunk, mert szokás szerint utazás. Egy dolgot még el akartam nektek mesélni, hadd panaszkodjak, vagy sajnáltassam magamat. A súlyban is ugye nagyon sokat gyarapodott Olivér. De nem, azt hiszi, hogy kövér a kisfiúm, bár... De most nem arra gondolok, hanem hogy ez mit eredményezett, hogy nem bírom el. Ja, hát igen. Képzeljétek el, hogy édesanyámnak már inhüvelygyulladása van attól, hogy Olivért fogta, és nekem is kezdődik, és nagyon fáj a kezem. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan fogom. Nálatok előfordult már ilyen? Mi a tippetek, ötletetek nekem ezzel kapcsolatban? Lehet az, hogy add át ide. Igen, meg hogy kevesebbet fogjam, gondolom. Látom, igen. Na mindegy. Ennyi lett volna ez a mai kis videó. Nézzétek meg az én csatornámat, és számtalan érdekességgel találkozhattok a leírásban, megtaláljátok. Végszóra, cuki vagy, köszönjük, hogy ilyen türelmes voltál. Reméljük tetszett a videóm, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, és találkozunk egy következő videómban. Sziasztok!